Dicsértessék a Jézus Krisztus! Szeretettel köszöntöm kedves nézőket Szuloki, Szent Simon és Júdás tárgyi apostolok templomból. Szeretném röviden elmondani nek a szép templomnak a történetét. 2019. augusztusától, mint Bacsi plébános, oldalagosan látom el a község plébániáját, melyet 1763-ban alapította. Az ősi Szulok település a török megszállás alatt elpusztult. A gróf Széchenyi család 1715 és 1757 között Württembergből származó katolikus vallású németeket telepített le. Az első hullámban érkező sváb telepesek 70 lakóházat építettek. A jelenlegi templom elődje részben fából és részben téglából készült, szerény méretekkel rendelkezett, Szent Simon és Júdás Tádé tiszteletére szentelték 1761-ben. De a leírások szerint 17 év után már omladozó állapotban volt, ezért új templomra lett szükség, mely 1800-ban már teljesen el is készült. Szintén a két apostol lett a védőszentje. A rendkívül bőkezű gróf Széchenyi Ferenc kegyúr sokat áldozott a templomra. Ő állítatta a főoltárt, és aranyoztatta is utólag 1814-ben. A szép keresztelő kutat is ő készítette, s kegyes adományából elkészült a szószék is, de hozzájárult a mellékoltárok díszítéséhez is. A főoltár kép olaj, vászonra festve, idősebb Dorfmeister István osztrák művész alkotása. A főoltár mellett látható Szent István és Szent László király szobra, valamint egy Szent Vendel és Szűz Mária festmény, melyet Karl Scheilein osztrák festő készített megrendelésre 1863-ban. Templomunkat számtalan szobor díszíti. Csodálatos a szenvedő Jézus ábrázolása, de szemet gyönyörködtető a segítő szűzanya, a fájdalmas anya, a Jézus szíve, Mária szíve, Szent Család, Szent Rita, Szent Antal, Szent Anna, Szent Háromság, Szent Teréz, Szent Flórián szobra is. Meg kell említeni még, hogy 1911-ben Rainer Gyula, veszprémi kanonok, egykori szuloki plébános kifestette a templomot és ellátta színes ablakokkal. Valamint új angster orgonát adományozott 1915-ben, mely ma is használatban van, nagyon szépen működik. Sokat áldozott a templomra Sebestyén József, egykori szuloki plébános atya is. A közelmúltban újították fel a keresztút stációit a hívek adományából, az egyes állomások felirata sváb falu lévén német nyelven íródott. A templom tornyában, hajdanában 5 harang szolgált, napjainkban 4 van, hívják az élőket, siratják a holtakat, törik a villámokat. Néhány évvel ezelőtt részleges belső festésen esett át a templom belső, teljes tatarozásra anyagi lehetőség nem volt. Vasárnaponként 50-60 hívő vesz részt a szentmisén, mely délelőtt 10 órakor van. Hétközben a keddi nap van fenntartva a szülők számára, ezen a napon Barcson nincs mise. Iskola is működik a faluban, 1-4 osztállyal, kevés gyerekkel. A falu öregszik, sok az eladóház. Érdekesség még, hogy a templom búcsúját mindig a napján tartják, október 28-án, Szent Simon és Júdás Tádé ünnepén. És nemrég még 2 napos búcsút ültek a falusiak. Azt is szeretném elmondani, hogy advent 3. vasárnapján évek óta német nyelvű mise van, melyet Mayer Mihály nyugalmazott püspök úr mutat be, bár a hívek közül egyre kevesebben beszélik a németet. A szuloki nép méltán lehet büszke történelmi múltjára és szép barokk templomára, melyet mindig nagy szeretettel vett körül. Isten adja, hogy ne csak múltja, de jelene és jövője is becsülendő legyen. Mindenkit szeretettel várunk a szuloki Istenházába. Dicsértessék a Jézus Krisztust!